Van itt az RKM-en egy gitár, és ez a gitár, ez már évek óta itt rohadt kint. Évek óta. Hú, egy elektromos gitár, hát látszik rajta a sorscsapás, és egyetlen dolog, amiért ez a gitár még itt van, az az, hogy nem fér be a kukába egyszer sem. Tehát ezt a gitárt, ezt már legalább ötször ki akartam dobni, de valahogy mindig pont tele volt a kuka, úgyhogy pont itt rohadozott. És most van hely a kukában, de mielőtt kidobnám, én fogom és letesztelem, hogy működik-e még, mert most már érdekel. Ez a csoda gitár, működik-e még? De igazából már akkor se volt top állapotban. Úgyhogy nézzük. Mi áradban van? Asztalat. Rozsdás bundok. Hogy néz ez ki? Szerintem körülbelül 3 éven keresztül volt kint. Mennyire rozsdásak a húrok, meg minden. Ez a mínusz 20 foktól kezdve a plusz 50-ig mindent kapott az erkélyen. És... Miau! Na. Mi van már? Cica! Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy én most nem akarom, sőt, nem fogom én ezeket a húrokat lecserélni. Itt látszik, hogy a fa meg nem is tudom, hogy mondjam, korhad? Vagy valami? Igen, egyet cica, egyet, jaj, de finom cica! Na. Hát most mindjárt teszek egy próbát, tök rozsdás az összes, főleg a vékony húrok, hogy szólnak-e még. Azt elkezdem, hát meg elkezdem, megpróbálom behangolni, de hát lehet, hogy a legelső pengetésnél már szét fog hullani az egész. Na, lássuk, mennyire van elhangolva. Ha, annyira nem is durva. Hát jó, azért egyszerűen nem merem pengetni ezeket a húrokat, mert bármikor elszakadhatnak pedig. Pedig sajnos magasabbra kéne. Hát ha csak nem... Hogy van, F-re vannak hangolva? Vagy... Á, nem tudom, aztán gánszerózisúan jó lenne most valahogy lejjebb hangolni, de most ez nem tudom, hogy van. Gimnáziumban szerettem volna megtanulni gitározni, de... elektromos gitározni, de aztán rájöttem, hogy ez nem éppen olyan hangszer, mint a zongora, hogy az ember leül, aztán kitapasztalgatja az akkordokat. Az E-húrt nagyjából sikerült belőnöm már. Ijjaj. Csak bírja ki a többi húr is. Na, működnek ezek a rozsdahúrok. Jó, nem azt mondom, hogy annyira tökéletesen szólnának, meg igazából lehetne még alakítgatni rajta. De hát ez ítélet. Ezek a hangok. Ezek a szakadás hangok. Főleg ez a középső húr, ez az, ami eléggé rottyon van. Hát jó, ez azért... sokkal pontosabb már nem lesz. Jó van, nem szól valami csodásan, de... le fogom tesztelni, hogyha mondjuk rákötöm. De nincs erősítő. Van egy pusztulatosan szar ötletem. De ezt most megcsinálom. Na, nem más találtam ki, mint hogy ezt a gitárt rákötöm a fantasztikus Windows 98-es gépembe. Jó, az túlzás, hogy rákötöm, inkább megpróbálom rákötni. De logisztikával már végeztem. Tehát az a nagy tervem,
Ugyebár a gitárba itt bele kell dugni ezt a jacket. Azt rákötöm a torzítóra. Itt az inputon. És még szerencsét találtam itt mindenféle átalakítót. Tehát találtam egy ilyen nagy jackből kis jack átalakítót. Jó koszos minden, mert a föld alól szedtem ezeket elő. Ja. És akkor ezt a kis jacket pedig a Windows 98-as gépemnek a line-in kapcsolójára kéne valahogy bedugaszolnom. Már hát három van, most egy életem, egy halálom, bedugom ebbe. A másik, hát kettő van, az egyik a mikrofon, a másik a line-in. És akkor bízom a legjobbakban. Na! És működik. Rátöltöttem a Windows 98-ra, és küldi a jelet a hangfalba, úgyhogy... Na csak, hogy bizonyítsam, hogy tényleg a Windows 98-as géppel van összekötve. Itt szól, ez a torzító, tehát ezen van a ritmus. Tehát, mondjuk megpengetem ezt a húrt. Nem tudom, mennyire látszik. Behorpasztja a húr, behorpasztja. Ez a rozsdás húr. Eleve nem gitároztam már 5 éve. Nincs semmi bőrkeményedés az ujjon. Ez kicsinál. Hogy most se szól szarabbul, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt. Hát mit ne mondjuk, kellemes meglepetés volt. Nyüstöltem vagy 40 percen keresztül, hát az ujjaim látták kárát ennek. Jó, annyira nem látszik, de azért megdarálta. Ezek a húrok azért darálják az ember ujját. Főleg úgy, hogy mondom, nincs az a bőrkeményedés. De... Tehát becsülettel. Becsülettel működik, az elektronika is rendben van. Jó, ezeket tekergetni azért nem mertem. Úgyhogy hát végső útja előtt, végső kukázás előtt szerintem még megadtam neki a végtisztességet egy jó kis játszással. De ahogy magamat ismerem, úgyse lesz szívem kidobni rohadt életbe.
ott fog rohadni megint az erki ilyen 3 évig. Na, mindegy. Úgyhogy ez a két kidobásra réges-régen megérett objektum képes volt most még elszórakoztatni kicsit. Csináltam Legóból egy Máriót. Tehát látszik, hogy minden egyes Lego pixelből van. Hát nem volt valami túl könnyű. Egy pixeles Mario képet nagyítottam föl, de mindegy, most nem ez a lényeg.